Üdvözlök mindenkit ebben az újabb videóban, és ebben a videóban Szőlligetre megyünk az erdőbe. Kis erdő, erről még nem volt videó, remélem érdekes lesz, úgyhogy tartsatok velünk. Vagyunk az egyik, szerintem az egyik legérdekesebb helyén a tehát itt ez egy tanösvénynek a útvonal, ez konkrétan ott halad, de egyébként a erdőnek több ilyen útvonal is van, amit be lehet járni. Szépen át lehet jönni, de ez egy nagyon érdekes hely, mert ott van ilyen víztározó szerűség, szokott is lenni egyébként víz. Egyébként itt is lehetne. De ami a feelingét adja a helynek, hogy konkrétan itt egy hatalmas ilyen hát híd, hát ilyen fél híd, mert a víznek ki van hagyva egy kis hely, és ilyen homokos, vigyázzatok rá, ne omoljon, ha esetleg erre jártok. Sok menő, szerintem mindjárt is ereszkedek valahogy. Én szerintem itt leereszkedek. Hát jövünk ide, fel is pattantunk ide ilyen kis oszlopokra. Igen, akkor itt van még több oszlop. Hát ez csodálatos, ez egy biztonságosak, igen, azok. Hát ez szuper. És fel tudsz ide jönni a vízfolyóként, ez nem tűnik valami mély, nem mély. De hát ez is tök hangulatos. Mindjárt kerítek valami botot, megnézem milyen még. Hát kerítettem gyors egy botot. Nem a legjobb, de szerintem megteszi. Visszajövünk ide. Igen. Na nézzük. Jó, hogy ez ilyen, aha. Hozzak ez ilyen mohás. Az alja. Ezt lehet tömködni. Aha, szóval akkor ez... Ebben ha beleestek, akkor végül is el tudtok nagyjából süllyedni, mert hogy konkrétan mindjárt megmutatom egy jobb helyen. Szóval nézzük, ha itt beledugjuk, akkor látjátok, még lehet, teszem a így,
talán jobban látjátok, hogy elkezdett így följönni ez a, hát ilyen iszapos, nem az, ilyen réteg, ez alján, lehet turkálni. Ja, nem vagyok így másik helyen. Igen, ez itt egy kicsit csalóka, mert úgy tűnhet, mintha izé lenne, de egyébként ez itt nem túl biztonságos. Nem baj, hát is jövünk ide, ahol letudjuk ugye ezt a réteget, nem tudom, hát elteszem, szerintem kétszeres zoomra várjatok. Na, haló. Kétszeres zoom, oké. Okay. Na, ha ezt így elkezdjük turkálni, akkor nézzétek meg, megáll benne a bot, és ennyire belesüljét, tehát ezt nézzük meg a... Na, ja. Na, zoom. Szóval ennyire mélyült bele, hát ez hozzámérem gyorsan valamihez. Keresek valamit. Na, itt van egy ilyen QR-kódos kis oszlop, ez szerintem tök menő, ha valakinek van QR-kód leolvasó, akkor tényleg olvassod le, hogy mi van rajta, és írd meg kommentbe. Szóval itt ez az oszlop, és ekkora maga a bot, ha rajta maradna. Ekkora a bot, és így ekkora része süllyed be, ami hát kb. Jó, hogy mindjárt eldőlök. Ami kb. Kétszer akkora, mint a cipőm. Mindjárt nézzünk egy... Hát még nem nézünk, jó lesz ez a cipő mérés. Vagy itt egy kis, nem tudom mi, csemete mellett. Hát ez konkrétan majdnem ugyanakkor a csemete, egy kicsit nagyobb. De igen, és akkor haladunk tovább, ezt el is dobom gyorsan. És itt van mellettünk egyébként végig a hely. Na hát haladunk a kis tavas hely felé vissza. Mert úgy értem, hogy ez nem a bejárat, nem menjünk megint oda-vissza. Csak itt gyorsban nézünk. Igen, hát itt lehet furakodni itt mindenen. Igen, van, ág. És megérkezünk a kis tóhoz. Látjátok? Tök jó. És itt egyébként egy dzsindzsa van. Úgyhogy nem nagyon tudtak ide bejönni, viszont itt van egy kis rész, ugye meg is mutatom, csak kiérek, hogy ugye ott van az a kis menőhely, amit előbb mutattam, itt egy ösvényen simán ki lehet jönni, ha meg erre akartok jönni, akkor itt egy másik ösvény, amivel egész gyorsan ki lehet érni. Lehagytuk ezt a helyet, és haladunk szépen előre felé. Látjátok, tök jól lehet jönni az erdőben, nagyon kényelmesen. Kitapos a ösvényen. Itt egy madár etető a fán. Egy ilyen QR-kód olvasó. Ezen közben egy ilyen mező. Közben lekanyarodtunk már a fő ösvényről. És ez egy tök jó kis ösvény rész szerintem. Itt csordogál egy patak. Itt pedig egy híd van rajta, amin ugye természetesen át tudunk sétálni. No, hát nem a legbiztonságosabb, de hát tudunk rajta sétálni, csak nem dől föl. Itt egy ilyen po. És itt tudunk menni tovább egy ugyanannyira nem jó állapotban lévő ösvényen. Itt meg tudom haladni egy kicsit. Ugye mutatom meddig. Na, hát úgy kb. Eddig tudunk jönni. Innen igazából már nem vezet sehova az út. Ilyen kellemes erdősétet azért itt is lehet szerintem tenni. Itt van valahol a főút. Jimmy. Természetesen megjönk itt a hídnak a közepén. Minden normális ember megáll egy ilyen hídnak a közepén. És akkor szépen sétálunk visszafelé. Tehát egy kicsit ide kijövünk.
Hát itt igen, itt eléggé kidőlt egy fa. Úristen. Hát igen, ez ilyen eléggé durva. És mi megyünk vissza. Találtunk egy ösvényt. Ne! Nem mondta, hogy ezt egy hídnak szánták. Ott van valamilyen kunyhó valszeg ahhoz. Hát az jó id, de mondjak. Az inkább nem megyek át. Megvehetek szüdlégetre, és küldhetek nekem egy videót. Vagy hát feltehettek egy videót, aztán tudom, most már megírjátok a videó alá kommentbe a linkjét. Hogy ti átkeltetek-e hídon. Ezt most inkább nem teszem meg, bár rendjelve azért fölsétálok, de legalább szép a patak.